A jogásságnak négy nagy belső csoportja van, a bírói kar, az ügyvédség, az ügyészség és az egyetemi jogásság. Attól függően, hogy egy-egy országban ezek közül mely jogász szakma dominál a jog felett, a jog eltérő hangsúlyt kap. Ha az egyetemi jogásság központi szerephez jut, ahogy a németeknél volt látható már történelmileg is, akkor a jog rétegei között a jogdogmatika válik minden meghatározóvá. Ezzel szemben, ha egy országban erős ügyészség létezik, kiterjedt jogosítványokkal a perekben és a többi jogászcsoport ellenőrzésében is, akkor a jog államnak alávetettsége valósul meg, és az jog szövegrétege a tetszőleges változtatások felé tolódik el. Nézzük meg ezeket az összefüggéseket közelebbről. Az ügyészség a jog feletti állami rendelkezést mindenek fölé emelő francia forradalom találmánya, noha a bűncselekmények ültözésének vezetésére és az állami válthatóság képviseletére már a hollandoknál található kezdeti formák az 1500-as évek végétől. A franciáknál azonban ez szerény jogkörű bűnüldözők az 1800-as évek elejére a jogszolgáltatás teljes személyi állományának felügyelőivé léptek elő. A bűnügyi rendőrség vezetője volt az ügyészét, de a bírák, az ügyvédek és a közjegyzők fölött is felügyeleti joggal rendelkezett az ügyész. Az ügyészség ugyanis főszabály szerint centralizált, a felettes ügyész utasíthatja egyedülben a hierarchizmuson alatta levő ügyészt. Ez az állami hatalomhoz kötött centralizált gárda így, mint az állam kardja nyúlik be a jog belsejébe. A francia mintára létrehozott orosz ügyészségét, a prokuratúrát, az 1900-as évek elejére, mint a cár szemét nevezték, és később a lenini tökéletesítés után, a bolsevi forradalom után, a forradalom kardja címet adták ennek a szervezetnek. Az Egyesült Államokban ezzel szemben súlytalan ez a jogászi szakma, az ügyészség, és szemben Európával, ahol éppen a bírói kar és az ügyészség között van inkább mobilitás, itt Amerikában a nagy presztízzel rendelkező bírák közé bejutás az ügyészek közül meglehetősen valószínűtlen. A jogásságon belül az ügyvédi réteg súlya minden országban jelentős, ha más nem, a szám arányukat tekintve. De a common law országokban ezentúl az ügyvédség, mint az összes jogi foglalkodás alapja is felfogható, melyből kiemelkednek, kiválasztódnak ideiglenesen vagy végleges jelleggel a bírák, ügyészek, közigazgatási jogászok, majd jó részük ismét visszatér is ügyvédként tevékenykedik élete végéig. Rátérve a bírói karra, azt lehet mondani, hogy ha az ügyvédi réteget annak a közvetítő közegnek lehet tekinteni, amely a modern nyugati társadalmak nagy részében széthordja a jogot, addig a bírói kar, mint a mindenkor érvényes jog letéteményeseként fogható fel. Hogy a papírra lefektetett jogszabályok milyen formában kerülnek át az eseti bírói döntésekbe, az döntően meghatározza a bírói kar kötődés és viszonya az ügyvédi praxishoz, az egyetemi jogássághoz, illetve a politikai rendszer aktoraihoz. Közel vannak, kötve vannak, vagy éppen távol vannak a politikától. E szempontokat szem előtt tartva különböző típusokba lehet sorolni az egyes országok bírói karait. Az angol bírói kart jellemzi a legnagyobb függetlenség a jogásságon túli erők irányában, ám a jogon belül a barrister ügyvédi rétegekkel teljes mértékben összefonódnak. Az amerikai bírói kar szintén az ügyvédi rétegbe ágyazódik be, de itt ez nem egy expanzív állami kontrollt és széles osztottságtól mentes ügyvédi réteget jelent. Ezzel szemben azért az angoloknál állami kontroll léteg a barriszterek fölött is, az ebből kiemelkedő bírák azért így bizonyos fokig az államhoz kötést is azért kapnak. Továbbra itt a bírák az egyetemi jogásság az Amerikában absztraktabb jogdogmatikai kategórendszeren is orientálódnak. Ennek egyik mutatója a tagállami és a szövetségi legfelsőbb bírák személy összetételét mutatja, melyben a korábban hírnevet szerzett egyetemi jogász professzorok mint egyik kiválasztási bázis jönnek számításba. A német bírói kar ezzel szemben el van vágva az ügyvédi rétegtől és inkább az egyetemi jogásság felé kötődik. A francia bírói kar épp úgy el van vágva az ügyvédségtől, mint a német, ám ezentúl az egyetemi jogásságtól is, és az ügyész inkább az ügyész réteggel fonódik össze. Egy pedig a francia jog állami meghatározását erősíti fel. Nézzük meg az egyetemi jogásság gyakorlati jogba bekapcsolódását.
A német egyetemi jogász gyakorlati bekapcsolódásának jó esélyi vannak, mivel a legvégső államvizsgákat is letté, beleértve teljes körű jogászképzést kap ő is, az egyetemi jogászszá váló jogász később. Épp úgy, mint minden leendő bíró, ügyvédész, ügyész. Egyrészük a végzés után néhány évig jogi munkát is végez, és csak ezután válik egyetemi jogásszá a németeknél. Egy empirikus vizsga szerint a német egyetemi jogászok 43%-a még emellett is mellékfoglalkozásra rendelkedik, amelyben bíróként, ügyvédként vagy gazdasági testületek jogtanácsosaként is működik egyben. Külön kiemelendő, különösen a felsőbíróság csúcsainál a németeknél gyakori, hogy a nagy reputáció szerint egyetemi jogászprofesszorokat neveznek ki bírónak. A bekapcsolódás másik folyamatos formája itt a jogászprofesszorok részéről a perekben történő szakvéleményadás, ami nagyon eltereti. Na most az amerikai egyetemi jogásság még nagyobb arányban bekapcsolódik a gyakorlati jogászi funkciókba, mint a németek. Itt egy felmérés szerint az egyetemi oktatók 73%-ának van rendszeresen űzött jogászi mellékfoglalkozása, és ezek fele, mint ügyvéd, igyekszik kamatozni egyetemi ismereteit, miközben egyetemi oktató is. De ezen túl is a legkülönbözőbb kormányhivatalokban, szakértőbizottság és az egyetemi jogászprofesszor hiány mindig nagy a kereslet. A jog meghatározása szempontjából fontos, hogy a szövetségi szintű és a tagállami legfelsőbb bíróságoknál a bírói kinevelés egyik bázisát jelentik a nevet szerzett jogászprofesszorok. A legszürkébbek az angol egyetemi jogász perspektívája a gyakorlati jogba bekapcsolódásnál. Az angol jog még ma is oly távol van a rendszeres elméleti jogász gondolkodásától, hogy amennyiben az egyetemi jogász ebbe belemerül, akkor elveszíti a tudósra jellemző generalizáló, absztraháló készséget. Ha pedig nem teszi ezt, akkor, legalábbis az angol jog vonatkozásában, jobb tudósnak nehéz nevezni, római jogász is, stb. Azonban lehet. Úgy tűnik, hogy ezt a jogot és a zárt jogászi professziót magát kellene az angol egyetemi jogásznak szétzúznia ahhoz, hogy közelebb férkőzhessen hozzá. És tényleg ez volt az egyik fő tevékenysége az gyakorlati vonatkozásában az elmúlt 30 évben az angol jogászprofesszoroknak. Ahol reformbizottságok létrejönnek a kormányzat mellett, az egyes jogintézmények vagy jogászi professzió állami segédlettel történő megváltoztatására, ott mindenhol szívszámmal megtalálhatók az egyetemi jogászok is. Bírói kinevelés azonban elérhetetlen maradt számunkra ma is. Míg ma is érvényes is az az ellenséges és részben lenéző beállítódás a gyakorlati jogászok részéről feléjük, az egyetemi jogászok felé, amit az 1940-es években az akkori Lord Kancellár Roll Simon így fogalmazott meg, idézem: én nem szeretném a bíróikart olyan emberekkel telezsuffoltnak látni, akik bár kétségkívül szörnyen tanult emberek lehetnek, de teljes elzártságban élnek a világgal való minden kapcsolat nélkül.